Na szavaztok, srácok, üdvözlök mindenkit, Zodiac vagyok, és a következő videóban ismét tesztelünk egy jó kis chipset, ez nem más, mint a Takis Explosion nevezetű, ez csak egy nagyon minimális, tényleg tudjátok, hogyha veszek, akkor inkább ilyen kóstoló méretűeket, mert a túlságosan sokáig állós chipseket nem nagyon szeretem, de elméletileg ebből van még egy originál, meg van még egy harmadik fajta világos kék, ezeket ki fogjuk próbálni, majd ha még találok ott, ahol ezt is találtam. Illatra Franco, mint mindig belemutatok a zacskójába, hogy ez milyen, és amelyetleg ez egy sajtos, csípős chips, hot, pikante, kiderül meg mindjárt. Takisból mindig tudni kell, mindegyikben benne van ez a ecetes, citrumos, citrusos mellékíz, de ez nekem kifejezetten tetszik, és azért egy pici ereje van, de ne szálljunk el magunktól, mert tudjátok, ideig egyiknek sem volt az a hulla merevre csípett volna, ugye a Chez citromsárga, az ölt mindent, azóta nem találkoztam annyira nagyon csípős Takisszal sem, meg Doritosszal sem. Flaming Hot óta talán a Ninja Teriyaki volt jó. Ez is jó, kellemes, pikáns tényleg, de nem veszélyes. Ez még mindig nem alkalmas egy ilyen csilis kihívásra, de megkóstolni megéri. És akkor lesz még egy zöld, meg egy világos kék, hogyha be tudom szerezni ezeket a chipseket. Ez viszont finom volt, nekem íz lett, ajánlani tudom. Ha Miskolcon szeretnétek, akkor a... Nem tudom, melyik volt az a bolt. Juice-ba találtam. Ott tudtok majd venni ilyet. Kösz a figyelmet! Takis Explosion. Nekem íz lett, ajánlani meg csak tudom. Sziasztok!